Na sziasztok fiúk, lányok, én Zsimi vagyok. Srácok, lányok, azt gondoltam, hogy kezdjük is egyből a videót a Field Research Boxnak a kinyitásával. Hát május hónapot írunk, ami azt jelenti, hogy Moltresünk szépen elszállt a fellegekbe, és most egy új legendást kaphatunk a boxból, ami nem más lesz, mint Zapdos, ha minden igaz. De ezt mindjárt meg is látjuk. Na! Start Encounter. Igen, itt az Zapdosunk. Fú, de most írta, nem tudom már, hogy mekkora ebből a százas. 1376. Hát rátoljuk a Golden Raz Ultra Ball kombót, és gondolom az azért elegendő lesz neki. Így csak így Fekmán egy kézzel, amit oda sikerül neki dobni. Két. Nem kéreti magát, nem kéreti, tudja, hogy jó helye lesz. Már csak abban remélem, hogyha fognák egy jó IV-sot amúgy ebben a hóban, akkor szerintem tutira felpávarapolnánk. Kending úgy is van már hozzá, mint látjátok, az van elég. Na csekkoljuk azt az... Ez komolyan. Komolyan, hogy Sörtönlisnek kell lennie az első Zapdosomnak? Jesus Christ! Ez most amúgy rosszul esett. Látszik az arcomon, hogy pugáltak, nem látszik semmivel. Úgy fordultam a kamerával, hogy véletlenül se. Olyanok a gyerek a fényviszonyok, hogy valami is látszódhasson az arcomon. Hát ez most megbántott egy kicsit. Nézzük, hogy mi a helyzet itt. Hát amúgy nem tudom, hogy mi lesz még a videóban. Csavargok, tekerek itt össze-vissza. Egyet óváron, lehet lesz egy kis rédezés. Szolíd vadászat. Most igazából csak egy fogröngenre jöttem be. És úgy gondoltam, hogyha már itt járok, akkor gyorsan adunk egy kis vidit is, mivel a drága látos főnököm beinvitált egy kis szombati mulatságra, ami nem mulatság lesz, hanem kemény kis meló, szóval így a hétvégémet eléggé keresztbe húzta, ennél fogva a videózás is, szóval a mai nap kell kicsit felpörögni és nyomatni egy-két videót. Amúgy itt vagyok, a majális romjait láthatjátok itt mögöttem, ez még a majálisnak a töredéke, ami itt maradt, itt hagyták a mulatozók, mi volt itt minden körhinta, volt itt, nem jöttem ki, bevallom őszintén. Én inkább melóztam szerintem másnap, ha jól emlékszem. Ja, gyűjtöm a szabi napokat a hónap végére, hogy egy kicsit nagyobb pörgést tudjak nyomatni. A hó végén lesz egy szabad hét, megyünk majd csavarogni. Lehet, hogy haza is jutok, ez már nem biztos, mert a főnök úgy látszik, hogy azt is egyre inkább keresztbe akar itt nekem húzni, de majd megpróbálunk. Megpróbáljuk majd kihozni a legjobbat ebből. Na jó van, srácok, én akkor megyek, lerendezem ezt a fogröngent, és akkor utána remélhetőleg egy raidről jelentkezem. Itt nem messze nyílt majd egy legendás raid, azt illene azért lezúzatni. Ja, meg hogyha már a parkban járunk, itt a Mewtwo gymünk, kaptam is rá meghívót. Mutatom is, gyerekek, de olyan gyönyörű időpontban, hogy haver, hát idióta ez a Niantic, vagy mi a tökön van, de komolyan. Ki ér rá ilyenkor? Kérdem én. Én biztos, hogy nem. Szóval most nem lesz Mewtwo raid-es videó, mivel nem tudok rajta részt venni, amit itt láthatjátok. Május 8, 14 óra 30. Hát én akkor még nagyba veretem a melót. Szóval esélytelen, hogy erre eljussak. Cumi van ezerre, hát most nem tudok ezzel mit tenni. Ez van, ezt kell szeretni. Nem értem, hogy mi ez az idióta időpont. Szerintem ezek a vasárnapok, meg szombat ilyen 4-5 óra fele mostanában így kaptuk. Teljes mértékben jók voltak, azon legalább úgy részt tudtunk venni. Tehát ez most nekem valószínűleg, hogy offos lesz. Tehát most így jártam. Na jó van, akkor majd remélhetőleg hamarosan egy raidről fogok jelentkezni. Srácok, megérkeztünk a raidhez, csá! Dobhatjuk be? Igen. Nekem recsek közben a tajás, azt nézzük, hogy mi lesz. Látok, a kis Karim meg valami, mi van? Mindjárt már is van a kint. Ú, várjál, ennek tolok, akkor klefa kellett a kettesből, az nem túl jó, mi? Akkor Star Piece meg Lucky Egg-et tolunk. Én nem tudok. Azt mondja itt a karasz, hogy mennyi 4500 dust jár egy DD-re, azért az nem rossz. Kiskarinak is tolok már, mert az eléggé dust hiában van. Két karaktert itt hirtelen elég necces kezelen. És most kell dolgozni. Hány másodperc van még? 9, 8. 8, jó, oké. Okay. Akkor még beérünk gyorsan. Nincs kisebb. Én csak a nevem. Én vagyok a legkisebb.
Mi az Józsi, mit bozsoljuk? Na, ja, én vagyok az ellenségi. Most néztem. Ja, az állványt, vagy így? Ne, a kamerának. Ja, a kamerát? Na, benn vagyunk, tirálkat rakja, az nem jó, mi? Hú, várjál, Lati. Outrageous lesz. Tényleg? Jó, van, az vagyunk elegen, nem? Öte leütöttük, a kettel leütöttük. Igen, ezt? Ja, kettes hoktelóval. Hát úgy azért szalad a helyzet. És maradt 50 szeg. Aha. Most a Dust-ra kell menni, mi a rédeknél? Megnyomtad tegnap? Talapja, fél óra alatt így, négyet. És maradt még... Észre 10-20 ezer x. Úgy, hogy megfogtam mindent. Aha. Megfogtam mindent. Ha nem fogtam volna, szerintem ment valami 5. is. Aha. És két karakterre mentem. Igazából egy kupacba lett volna, akkor megy így jobb. Hát, hogy itt nehéz azért óvárra egy kupacba összeszedni rédeket. Még réd is nehéz találni, nem vagy egy hát, kupacba. Engler. Aha. Macsa. Aztán réd. Magikár. Aztán kamera. Itt van. Meg... a Rucsonynál, megint egy hitpont. Megint egy hitpont. Ja, a hitpont, azt most nagyon szóltál. És látta. Három boostos volt a két hitpont, meg a meccsa. Aha. És akkor így lett 48.000 XP, 48 meg 18.000 Dust alapba így. Aha. Aki be volt Starpiece kapcsolva, meg dupla XP. Ha majdnem 20. Még hogyha a gocsa fogja útközben a pokékat. Az be volt kapcsolva az ugye. Aha. Egy 20 ezer Dust-t össze annyi, lehet szedni vagy reggel lehet megcsinálni, vagy este, mert nagy forgalom. Tehát biztos, hogy ja, én most bolondok házam, most közlekedni nem lehet. Tehát azt én fú. Este 8.45 és 9.15 között csináltam. Aha. Akkor lehet... Hát jönnek akkor az utolsó rédek, akkor kell neki, mi? Igen, és akkor arra. Annyi, hogy lecsúsztam a 5-ről, mert az lett volna a Koleszt-nál, csak azt már lekéstem. Aha. Na, egész jókat lehet akkor most grindolni. Ez elég van ezek a kép. Van úgyis annyira épp passzom, lehet nyomatni kéne valami utazás. Hát igazából azt terveztük, hogy beülni egy autó, vagy két autó, és akkor menni így sorba, de igazából akkor lenne, hogy a Latia szokat sorba. 40.000 XP-n eleve itt szórná. Ott benne is lennénk, tehát ilyen, pont azt próbáltam, milyen. Ugye akinek az XP számítanak. Hát jó. Igen, de ugye Dust mellette párhuzamosan, tehát. Hát az mondjuk egy fejlesztett is. Mikor jön már a kék? Ebből 15-én? 8-án. 8-án? Na, akkor már lassan lesz. Ha azt nézzük, hogyha ilyen latiaszok vannak, akkor 250.000 XP egy óra alatt. Aha, hát az gyorsan beszalad. Egy nap alatt akkor pár milliót össze lehet szedni. Jó, de annyi latiasznak nincs. Itt. Tehát az a baj, hogy abszolút, ja. az nagyon lehetetlen kategória. Nekem a Mr. Nem, most Dust, ami nagyon jó. Tehát ez a Starpiece 4500 per tök minden, mit ütsz? Egyeset, négyeset. Na most az kézzel nem tudsz annyit szerezni. Tudsz annyit? Bocsával se. Ez lehetetlen. Ez most nagyon fel van tolva. Hát menni kell, akinek nincsen Dust, az tolja. Tehát pont a számoltam, hogy legalább 90-et kéne elkapni óránként. Hát mondom, 90 pokét. Oda kemény lúra felike. Még ott feltankolva sem. Labda. Most éppen tankolom úgy a labdákat. Úgy kifolytam labdával, most azért ütöttem ki ezt is kékre a gymet, hogy keringek autóval, szedem össze a dolgokat. Hoppá, de joint meghalt? Mindjárt meghalt, úgyhogy nem kell már visszajönni. Na mindegy, a joint mondtam, nem számít. Rivál okádja, nagyon durva. De tök jó ez így szerintem. Eljöttem 60 labdával, már van 250 körül. Gyorsan feltankoltam itt pár kör alatt. Meg ugye most mindig réd ad legalább egy revive-ot. Hát Magikarp is adott egyet. Pörgeted a gymet, azt ad 4-5-5. Ja, de itt a Rare Candy ugye az a tuti. 18-50-86, ezek se lejtek, mi? Ezek 9 fölöttiek jó. Azért, hát nem baj, Candy, de hát most tök mindegy, hogy... Hát ez... A hetedik napom ugye 60. Milyen neked a tetteje? Candy összejön ilyenka olyan gymnél, pont első pörgetésnél mész. Aha. Elég flagmát. Balázs azt mondja, hogy max most 80 darab. Micsoda? A hetedik napos pörgetés. 80 item? Igen. Az azért, az kemény. Annyit ad. Ha, de ugye hetedik nap és első gym legyen. Ja, hát mindenképp gymet kell, aha. Az azért az ott van, saját gym, amiben vagy. És az 80-at ad. 80 item.
Ami úgy... Hát az potyog egy óráig, te az mire lekotyog itt, érted? Hát nem, az ugye van kettő üres helyed, és akkor... Ez szinten miatt nem tudom elkapni. Nem. Max kisebb rá az esélyed, de nem befejezse. A három kérdőjeles akkor. Ezt sehogy se lehet elkapni. Se lejtje. Kicsinek is rádobom már Flagman itt kiskorinak. Flagman egyenesen gyerekek útjál, ezzel nem, nem szabad. Nem szabad foglalkozni. Ötöt szőre próbálom elkapni, és még csak most szereztem. Annyira nem tudom. Nagy megszerűségünk. Hú, de gyutálatos ez. 89. Azért az excellent, az, az tisztel. Ennyi. Ja, egyszer dobok excellentet erre a szarra, meg is van. Lesz még valami, hogy csinálunk valamit? Nem, mi? Négyes kell most. 40 perc. Négyes, ja hát az 40 perc. Brian épp van az apostolom. Megrecsen. Kolég, nem látok el. Nincs most. Majd meglátjuk, hogy lesz még valami. Na srácok, lányok, hát akkor így végezetül még toljunk le egy Prime Ape Raid-et. Hát ilyet még nem csináltam. Megnézzük, hogy le tudjuk-e szólózni. Igazából dübörög a Starpiece, jár érte egy raklap Stardust, szóval miért ne csináljuk. Gyorsan leparkoltam, reméljük a parkoló őr addig nem jön, mert már lejárt a jegyem. De nem számít. No, hát zúzzuk a kicsike Prime Ape-et. Remélem azért meg lesz, nem tudom, ez mennyire. Mennyire hard, de azért jó, jó nagy a monkey. Egy igazi kangorilla a kicsike. Jaj, valami nagyon mérges támadás, mi volt ez? Low sweep, hát micsoda béna támadás ez, haver? Nem is tudom, level 2-es vagy 3-as ez a raid? Jó kérdés, nem is néztem meg. Na most nyomassunk már itt pár raidet, ha már. Itt vagyunk, hát gyerekeket majdnem 1v1-ben lemegy itt Nightmare-rel. Nightmare vs Prime. De sajnos ez nem lesz, nem lesz meg. Na mindegy. Azért nem volt rossz. Biztos csak level 2-es raid, mert nagyon easy-ke. Tehát jó, hát ez belefér, na, belefér. Csatt, odavert, jól van. Alakazam mindjárt kicsit szájhókáttal megszeleteli. Verjed neki, haver. Ez odaver egy Future Sight-ot vége is, mert azért az Alakazam Future Sight, na nem, még kell neki két pofon. Ott is van kifeküdt a kis majmócánk. Na. Raspberry, Super Potion, 4 Revive, 2 Rare Candy. Hát ott 4500 Dust Baby. Ez az, ami kellett nekünk. No. 14 labda. Az se rossz. Ez akkor verjük homlokon a kis majmot. 1171. Kajne ánunk. Jó-e vagy sem? Gyere kis majmóca! Hát ez mellé ment az Excel-nek. De talán így is meg lesz egy Golden Raspberry-vel, biztos nem fog sokáig huncutkodni, de igen, hát azért mégiscsak egy harcos majomról van szó. Ez nem adja könnyen magát. Beleboxol! Na gyere! Üss egyet, haver, aztán kapsz egy sallert. Egy jobb, egyenes? Nem. Kellett neked? Egy ütés, az temetés. Itt meg egy dobás is. Gocsa! Jó van, akkor ez is megvan. Kész vége, nézzük az IV-et. Hát ez talán valami értelmes. Wonder HP XE. Hát nem, hát nem. Nos, srácok, lányok, köszönöm szépen akkor a figyelmet. Csá, csá. Észre, várjuk itt a srácok, mikor veszem észre. Megy itt a körút. Köszönöm szépen, srácok, lányok, akkor a figyelmet. Iszonyat, hogy mennyi itemet ad a gym, imádom. Figyúzzatok, hogy feltöltöttem a táskát. 1003, jöttem egy ilyen 1000-es táskával, alig volt benne valami. 60 labdával jöttem, most meg 283 piros labdával. Szóval perfektül felsikerült most tankolnom. Jó nap volt ez, keringtünk, vadásztunk, raideztünk, perfekt volt, hogyha tetszett nektek is ez a kis videó, akkor csapassatok ide egy hatalmas lájkot, és hogyha várjátok a folytatást, akkor iratkozzatok is fel a csatornára, hamarosan találkozunk akkor, addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!